népzenei találkozón megjelenteket. Megkérem Tóth Tamást, a házigazda népdalkör vezetőjét, hogy az ünnep alkalmában mondjon pár gondolatot az est nyitásaképpen. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a népzenei találkozón, akik elfogadták a meghívásunkat, népdalköröket, citarazenekaroknak, egyéni szólistáknak. Kívánom mindenkinek, hogy érezze jól magát, esetleg, hogyha ismerősek a dalok, énekeljék velünk dalkörökkel. Nagy öröm, hogy annyi év után újra van a községnek ifjúsági gyermekcsoportja, citarazenekarok. Akik most másodjára lépnek színpadra, de ezt a későbbiekben a bemutatkozóikban hallani fogják. Megkérek mindenkit, hogy tiszteljük meg egymást a figyelemmel, ne beszélgessünk, hallgassuk végig egymást. Köszönöm. Elsőként kérem, hallgassák meg a Kerekes Márton Népdalkör és Citarazenekar gyermekcsoportját. A citarazene hangszeres játék. A csoport mottója és célja elsősorban az önfelett játék. Játék csupa nagybetűvel. Kosztolányi Dezső szavait idézve, nézzünk meg egy játszó gyermeket. Mennyi komolyság, öntudat van a mozdulataiban, milyen sok önérzet egész viselkedésében. Arcáról leolvashatjuk, hogy ő tulajdonképpen nem is játszik, hanem egy nagyon is komoly kötelességet teljesít, élni tanul. A kezében levő játékszerek nem valami henye élvezetnek eszközei csupán, hanem fegyverek is egyúttal, melyekkel az egész élet játékcsatáját vívják, és jövője felé küzd. A csapat idén januárban vette kezdetét a gyermekek oktatása. A csoport tagjai alsó tagozatos iskolások, bár megalakulásukkor a legifjabb tag még nagy csoportos óvodás volt. Érdekesség, hogy a gyermekek többsége balkezes, akik jobbkezes citerán játszanak. Első fellépésükkor a falunapon került sor július hónapban. Ez lesz a második megmérettetés. Csoport tagjai: Kerekes Anna, Baka Viktória, Sándor Renáta, Ferencsik Vivien, Ábel Dávid, Otlokán Milán, Kis Bence, Kerekes Csongor. Csoportvezető Pári Gabriella. Felkészül Miskó Péter.